Csütörtök délelőtt bejelentették az idei, sorban a 75. Cannesi Filmfesztiválon szereplő filmeket. A májusi fesztivál az egyik legnagyobb filmes esemény a világon, itt mutatkoznak be az elismert rendezők új filmjei, és néha még a legnagyobb blockbusterek is. Idén például itt lehet először látni a Top Gun folytatását, a Top Gun Maverick című filmet, aminek a premierjét többször is el kellett tolni a koronavírus járvány miatt. Csütörtökön kiderült, hogy Tom Cruise személyesen is Cannesba látogat. Szintén itt mutatkozik be Baz Luhrmann életrajzi filmje Elvisről. Mindkét filmet Magyarországon is be fogják mutatni a mozik, a Top Gun második jelenlegi állás szerint május 26-től, az Elvis június 23-tól lesz a magyar mozikban. Szintén itt mutatkozik be George Miller következő filmje, a 3000 Years of Longing, amiről nem sokat lehet tudni, azon kívül, hogy Idris Elba és Tilda Swinton a főszereplők, ezt is meg lehet majd itthon nézni június 2-től. Korábban ugyancsak bejelentették, hogy a 8 év kihagyás után újra játékfilmet készítő David Cronenberg is itt mutatja be új alkotását, a Crimes of the Future főszereplői Lea Seydoux, Kristen Stewart és Viggo Mortensen, a címe pedig megegyezik Cronenberg saját, 1970-es filmjével. Korábban elterjedt a pletyka, hogy David Lynch titokban készített egy filmet, és az szintén Cannesban debütál, de maga Lynch cáfolta meg ezt az értesülést, és tisztázta, hogy nem lesz ott idén a francia fesztiválon. A Variety szaklap korábban arról is írt, hogy a versenyszekcióba fog kerülni a Lightyear című animációs film, ami arról az űrhajósról szól, akiről a Toy Story sorozatban a Buzz Lightyear figurát mintázták. Végül ez sem bizonyult igaznak. Az idei fesztivált Michel Hazanavicius Z című zombi filmje nyitja, ami minden jel szerint a One Cut of the Head című japán horror remake-je. Visszatérnek a versenyprogramba korábbi aranypálma győztesek. Az egyik legérdekesebb meglepetés, hogy Ethan Coen rendezett egy dokumentumfilmet Jerry Lee Lewis zenészről, ezt is itt lehet majd először látni. Társrendezőként mutatkozik be Riley Keough, amerikai színésznő, illetve vetíteni fognak több epizódot is az Irma Web TV sorozatból, amit Olivier Assayas francia rendező maga adaptált sorozatnak az HBO Max-ra. A ma bejelentett filmek listája. Versenyfilmek. Holy Spider. Les Amandiers. Crimes of the Future. Tori and Lokita. Stars at Noon. Frere et Sure. Close. Armageddon Time. Broker. Nostalgia. Erre men. Triangle of Sadness. Decision to Olive. Showing Up. Leila S. Brothers. Boy from Heaven. Tchaikovsky's Wife. EO. Az Uncertain Regard szekció filmjei. The Worst. Burning Days. Metronome. All the people yell never be. Sick of myself. Domingo and the midst. Plan 75. Beast. Corsage. Butterfly Vision. Godland. Rodeo. Joyland. The Stranger. The Silent Twins. Különleges vetítések. All that breeds. The Natural History of Distraction. Jerry Lee Lewis, Trouble in Mind. Éjféli vetítések. Hunt. Munich Daydream. Makes You Cough. Versenyen kívül. Top Gun, Maverick. Elvis. November. 3000 Years of Longing. Maskveréd. Z. Camp Premier. Our Brothers. Nightfall. Dodo. Irma Web. A filmek sora még nem végleges, később is jelentenek be alkotásokat, ahogy a zsűri összetételét sem tették még nyilvánossá. A Cannesi Filmfesztivál 2020-ban elmaradt, a 2021-es változatot már megtartották, de a szokástól eltérően júliusban. A tavalyi fesztivál fődíját a Titán című francia film nyerte, amiről itt írtunk.